Verőfényes napsütésben fürdőztek kedden az idősek a Hagymatikum gyógyfürdőben. Ezen a napon ugyanis nyugdíjas napot tartottak, melyre Makóról, a környékről és a Délaföldről is érkeztek, sőt a szomszédos Románia nyugdíjasa is a Hagymatikumban vendégeskedtek. A rendezvénynek már nagy hagyománya van, hiszen minden évben több ilyen napot tartanak, amikor kiemelt figyelmet kapnak a szépkorúak. Úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos pillanat, hiszen ilyenkor jobban tudunk foglalkozni a vendégekkel, nagyobb odafigyeléssel, lehetőségük van arra, hogy kipróbáljanak minden olyan gyógyászati szolgáltatást, egészségügyi szolgáltatást, amit a fürdő biztosít a számukra, és itt tényleg föl lehet tenni azokat a kérdéseket is, amiket esetleg egy általános hétköznapon, amikor fürdővendégként jönnek hozzánk, nincs lehetőségük. A nyugdíjas napon szárazföldi és vízi tornát, izap és masszázskezelést próbálhattak ki a fürdőbe látogató vendégek, de részt vett a Magyar Vöröskereszt makói csoportja is, amely egészségügyi méréseket végzett. A jó hangulatról Polgár Jóci zenés műsora gondoskodott. Az idősek elsősorban a programok miatt érkeztek. Szeretnénk kipróbálni ezeket a wellness dolgokat, ezt a masszírozást, meg hát amit csak lehetséges. Hát most már alkalmazódik ilyesmire. Milyen gyakran járnak ide a fürdőbe? Hát én most nagyon sűrűn jöttem, az az igazság, mert én még ráadásul ezt a 15 kezelésüket is én igénybe szoktam venni ősszel tavasszal. A baráti és nyugdíjas társaságok láthatóan jól érezték magukat a kellemes kora tavaszi napsütésben. Az egészségkártyával evel a kedvezményes masszírozás, iszappakolás, mindent igénybe veszünk. Most itt az idő, ráérünk, víz alatti tornára járok, iszappakolásra, derekamra. Nem csak a nyugdíjas nap speciális programjaival szeretnék a fürdőbe vonzani az idős korosztályt. Március 1-től április végéig él a nyugdíjas bérlet akció, melyet 6500 forintért vásárolhatnak meg az idősek, és hétköznapokon vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait. Ezen kívül a közelgő húsvétre is programokkal készül a Hagymatikum. Készülünk, hogy mert egy elég hosszú szünet elé nézünk, úgy értve hosszú, hogy Magyarországon, ha nem is olyan hosszú a szünet, de utána jön a román húsvét és a szerb húsvét is, és ott gyakorlatilag 2,5 héten keresztül készülni fogunk különböző akciókkal, programokkal a gyermekeknek és a felnőtteknek is.